kirúgták Jim Jeffries-t, a skótoknak az edzőjét. Szerinted ez nekünk most jó, vagy nem? Röviden azt gondolom, hogy elsüllett mind a két irányba ez a dolog. Nem tudom a belső atmoszféráját az öltözőnek Skóciába, ez az lesz a meghatározó, hogyha az előző edzőt nagyon elfogadták, akkor ez a számukra rosszul sülhet. Minket ez nem érdekel, úgyhogy inkább úgy mondom, hogy nekünk jó lehet. Amennyiben ez egy várt döntés volt. Tehát kirúgatták az edzőt? Azt nem mondanám, inkább az, hogy azt gondolják, hogy nem ővele érhetnek el sikereket, akkor viszont ugye a másik oldal, de mivel ez az úriembernek éppen egy napja volt, hogy bármit is csináljon, nem hiszem, hogy hatalmas meglepetést tud ő ennyi idő alatt létrehozni ott a csapatnál. Hatszor se szorzol rátok, egy ezresvel dobjak rá, mennyi lesz az eredmény? Ezresnél többet ér, már maga a sikerünk is, meg hát neked is a siker, hogy nyerhetsz, meg nyersz is. Úgy gondolom, hogy reális esélyünk van. Szóval olyan optimisten gondolkodom, hogy bár ugye ez a harmadik kör és a legerősebb ellenfél is valamilyen szinten, úgy gondolom, hogy ez a párharc, ez megihozhat egy számunkra nagyon jó eredményt. Te ugye nem játszhatsz, hogy fogsz tudni segíteni a csapatnak? Igen, én is turista vagyok. Amivel talán tudok segíteni, hogy motiválom a srácokat, folyamatosan mindenkibe ébren tartom azt, hogy igenis van esélyünk, bár az arcokat meg a megelőző edzéseket látva, úgy gondolom, hogy ezt egytől egyig el is hisszük. Ugye a bajnokságban most annyira nem megy a szekér, x-eltettek előtte, kigaptatok 4-0-ra, te egy picikét legbelül előrébb helyezed az Európa Ligát, mint a bajnokságot, hiszen ez lehet, hogy ez a kaland, lehet, hogy most véget ér, lehet, hogy majd csak jövő héten lehet, hogy folytatódik egy csoportkörrel, tök jó lenne, nem? Így van. Nekem el kell mondanom az őszintét, én előrébb helyezem minden téren. Nem a készülésben, meg nem mutatkozik meg a mentalitásomban, ott is ugyanúgy megteszek mindent, de valahol belül ez egy egyedi alkalom, egyedi atmoszférával, ha azt veszük a mai reptéri, akár interjú, ilyen nem történik meg. Magyarországon belül nem utazunk repülővel, nem fogunk olyan közönség előtt játszani, mint ami lesz, ugye, még akkor is, ha nem játszok, de még így is hatalmas motiváció, hogy az ember ilyen helyen ott lehet. Egységes a csapat, együtt vagyunk, és bár a bajnokságban is így van, itt azért, mint ahogy mondtam, a reggeli buszos indulás az időpont ellenére egész más, mint hogyha mondjuk egy hazai bajnokira utaznánk.